Szép jó hajnalt mindenkinek! Torin vagyok. Ez pedig a Panzerkorps második részének folytatása. Lássuk ezúttal, mire megyünk vele. A moszkvai csatánkkal. Ennyire a hidat akarja támadni? Picit jobbak az esélyei, én értem, de... cserébe jelentősen gátolta saját magát, ami persze nekünk hasznos. Jó eséllyel. No, hogy állunk ott? Belefér. Volt rosszabb. Hát az egy érdekes lépés volt, hogy belépett az elvágásba. Az a baj, hogy következő körben hóesés lesz, viszont most még támadni tud a repülőkkel, de hát ez van. Yikes! Azért az nem annyira baráti, mikor kettesével szedi le a... hogy hívják ott, kávékat. Az egy kicsit drága eszköz ahhoz. Ajjaj! Nem olyan túl sok már nincs belőletek. Hát kezd nem jó kijönni a dolog. Jó, hát... a röpképtelen időt ki tudjuk használni arra, hogy gyógyuljanak. Ennyi előnye megvan az ügynek. Mondjuk most jó lenne, ha... következő körben lesz... használható repülőnk. Hát azt hiszem, téged gyógyítunk. A gond az, hogy ő van bajba. Itt kezd nem jól kijönni. Hát azért szivárogj föl, lehet, hogy jobb lett volna előtte fölmenni. Viszont nem tudom megmondani olyan egyszerűen. Ettől kettő az nem egy jó eredmény. Te gondolsz, hogy ez lő mondjuk egy hármat? Mennyit ígér rá? Jelenleg egy semmit. Ja, mert légvédelem, és légvédelemben is fog maradni valószínű. Ami mondjuk segít ilyen értelemben. Végre fölér. No, te is tudsz gyógyulni jobb híján. Ezt meg is esszük. Mondom, megesszük. Egyúttal kiszabadítjuk a másikat. Hát akkor te inkább gyere föl, azt hiszem azzal járok jobban. Ráadásul az még tud egy... ideérkezést. Hát akkor az ingyen hármat először. Hát, ha segít.
Hát nem azt mondom, hogy megoldotta, de azért halad ez a szakasz is. És akkor nagy nehezen itt átverekedjük magunkat. Következő körben majd valószínűleg itt talán be tudjuk ütni ezt az ágyút, és akkor megkezdhetjük a reguláris csapatok likvidálását, vagy ami kell. Meg ezen a folyón akár át is kelhetünk lassan. No. Hát ezt szedjük ki. Nem éltem, hogy üres. Mondjuk lehetett volna jobb. Mert minden nem lehet meg. Akkor azokat elvágjuk. Végre. Ezt a reguláris csapatot kezeljük. Igazából jöjjön ide, és akkor azok is el vannak vágva. Jó. Azt hiszem, mondjuk itt leszel a legjobban. Ugye a 3-as nem érdekes, az 5-ös majdnem megszűnt, ez meg passzív egység alapvetően. Úgyhogy nem izgat, hogy mit csinálna. Így járt. Overrun, helyes. Ezt nem számoltam vele, de extra bónusz, talán még egy. Vagy visszakergetjük, ha más nem. És akkor ezt is meg tudjuk egy kicsit rágni addig. Meg ezt is megrugdossuk, helyes. Nem ideális, de haladunk, haladunk. Még van bőven időnk, azzal nem lesz gond. Hát egyedül a sárbénél van kérdésem, hogy azzal mi lesz. Hát nem tudom kihozni, itt is el van vágva. Ja. Ráadásul akkor a repülőket elkergetné, ami még annyira se jó. Hát remélem kitart. Az a baj, hogy ez a kettő esetleg meg tudja ütni. Nem reménytelen mindkettőt felhasználva. Mondjuk ez se egy jó pozícióban van, de hát ez van. Ez repülő, azzal nem tudok mit kezdeni. Jöhet a kövkör. Na, mennyire lesz bajba a sárbé, az a kérdés. Persze ez a gyalog is. Jó, nem azt támadja a katyusa, akkor... Akkor nincs is miről beszélni, az lett volna a baj, ha... a szapatokra lövi előre. Oké, az a gyalog, az megölte magát. Ez volt messze a legtöbb, amit tehetett azért, hogy... harcéptelen legyen. Ez is megoldotta a létezést. Szegény. És nem jó irányba menekül. De úgy látom megúszta egyenlőre. Kékek elmenekülnek, már a repülők. És... Hát ez csodálatos.
Jó. Akkor azt a nagyot megesszük, az egyszerűség kedvéért. Azzal együtt, hogy szerzünk egy pár kávét. Kiszabadítjuk végre. Már igazából őt most ki is fogjuk hozni, mert nagyon gyér helyzetben van. Hát hármat ígért, majd nyolcat, egyik se jött be, úgyhogy ilyen szempontból mindegy. Egyik se tudja befejezni. Ez gyógyuljon fel, mielőtt itt nagyobb baja lesz. Hanem ez a legfontosabb, hogy ezeket likvidáljuk, de azért segít, ha itt egy kicsit kitakarítjuk ügyeket. Ezt lassan araszolj előre. Alapvetően azért megy el, mert ő van abban a pozícióban, ahol nem kéne, hogy legyen. Hát nem ezt vártuk. Mondjuk felhős, úgyhogy azért a repülők nem túl izmosak. Jó. Dupla légvédelem, remek. Lehet, hogy csikla lesz, mire befejezzük. Mindegy, kezdjük meg a likvidálását a dolgoknak. No. Azt hittem van itt valaki, nincs, nem jött be. Hát ez szintén nem egy jó kör volt. Egy gyógyulj itt inkább, igazából ráérsz. Kezdj el előrébb araszolni. Azzal tudsz legjobban előrébb jutni, attól tartok. Kicsit rizikós ez a pozíció, ha itt valami ki tud törni, de ez van. Jó, és akkor lássuk ezt a hátsó frontos problémát. Be tud jönni, és akkor kiszedi. Akkor végre ezek felszabadulnak. No, akkor te ki tudsz húzódni. Van itt egy repülőnk? Van. Még egy jó repülőink is vannak akár. Csak nem érnek el túrót sem. Mondjuk ő el tud érni, mert át tud jönni, jut eszembe. Mindenhova el tud érni, ahova el akar. Ezt megesszük kettőért. De ugye ez útban van mindenképpen. Hát akkor ezt kilőjük, mert útban van mindenképpen. És akkor a
csatressz visszacsuroghat gyógyulni. Jó, a reptér megvédett, úgyhogy azzal nem lehet gond. Egy lőszere van összesen. Jó kérdés. Gyalog a veszélyesebb, mert az macera levadászni. A katyúsákat azt igazából tudjuk likvidálni különösebb gond nélkül, ha kell. Jó, nem erre kéne elhasználni, de miután kiszökött, és még veszélyezteti ezt a repteret is, muszáj vagyok. Elkölteni. No. Hát lassan megoldódik végre ez a déli csomag, ami az egyik legnagyobb problémánk volt. Sajátos módon a északi meg a déli fele a moszkvai betörésünknek az simán megy. Simán. Viszonylag simán. Következő körbe tiszta égbolt lesz, akkor legalább tudunk majd harcolni. A levegőbe egy jót. Le tudunk szedni 2-3 repülőt talán. Van mit. Jó. Cserélgetnek, de különösebben nem okoz semmi gondot. Ez mennyire drága lesz? Ahhoz képest nem drága, hogy mennyire drága lehetett volna. De sokan vagytok. A fene vigyen el titeket. Meg ezek a kékek se van... fogynak. Küzdelmes manőver, míg megesszük őket. Szegény verdajámat támadja minden áron. Mindegy, megesszük azt a relatív nagy egységet. Ezt kénytelen vagyok most itt töltésre elpazarolni. Ezt így megoldjuk. Végre ez leesik. És akkor tud gyógyulni azt a két pöttyöt. Nem mintha egy nagy tétel lenne, de azért nem mindegy. No, hát a 12... fene tudja. Egyik fontosabb, mint a másik. Azt hiszem a 12-es bontsuk meg először. Azt hiszem azzal járok legjobban. Na hát szedjük le ezt a... 7-es vadászt, azzal nincsen mit cifrázni. Hol van a másik vadászom? Azt hiszem itt hagytuk el. De most erre a... ezen a reptéren van szükségünk. Hát, sajnos... el kell használnunk. Jó. Meg inkább gyógyulja. Mondjuk fölösleges, a következő körben tudott volna szabadon gyógyulni. Na mindegy. Azért két vadászt leszedtünk, az segít. Az ügyben. Igen, nem kockáztatlak. Téged viszont kilőlek.
Helyes. Az két ingyen. Az két ingyen, az mindenképpen jöhet. Hát ez a pionér, ez nem túl izmos. Jó, már félhalott persze az is benne van. És akkor olyan sokat nem várhatunk, sajna. Egy picit arra szólj előrébb. No, hát... haladunk, de nagyon-nagyon lassan. Az ágyú, az jó, az hasznos volt, főleg a pirosból. Úgy látom, a kékek kapják a támogatást. Ők a tartalékerők. Na most ezt ki kell szedni, és akkor legalább azzal megvagyunk. Te megeszed azt, és akkor vissza tudsz vonulni. Jó, kiütjük a négyet. Gyógyuljon egyet saját jogon, azzal nem kell erőlködni. Igazából azt a csapatot ott hagyhatjuk, ezek azt hiszem blokkádolt egységek, úgyse tudnak mozogni saját jogon. Úgyhogy nem egy kritikus elem, hogy hol is vannak valójában. Hadd ücsörögjenek ott szépen. Hát azt is szépen ott hagyjuk. Az is egy ilyen védőegység. Passzívan. Igazából ezek mind-mind haladjanak elfele. Jó, ezt kiszedjük, meg kiszedhetjük, és olcsó és értékes. XP meg mi egyéb. Meg útban van, ha nem szedjük ki. Na, kapok rá hármat, azt azért érdemes megrágni. Hármat érdemes megrágni így. Van rajta gyógyító? Nincs, akkor gyógyítsunk rajta egyet. Ezt háromra leszették. Az nagyon nem jó, mert látják. Ajajaj. Azt még azt ki lehet lőni esetleg valamelyik bombázóval, ha nagyon akarja. Azt nem számoltam, hogy háromra leesett. Ajj! Az nagyon ciki lenne, ha elfogyna, de... így jártam akkor. Négy, az... több, mint amit vártam, mit nem mondjak. Remélem, nincs senki más, aki itt jönni tud. Nem túl egészséges. Egy-két gyalog szivárog, és akkor már a kékek jönnek. Utána persze a következő körben megint eső, vagy jég, vagy fogy, vagy akármi, tehát... két kör repülő, két kör semmi. És... megúsztuk egyel. Már úgy értem, hogy egy megmaradt belőle. Ami ebben a formában abszolút megúszás. Simán ott maradhatott volna a földön. No, légi harc, ami nem annyira jó neki. Ezt
örömmel vesszük. Picit fogy az ér. Végtelen darab kék egység. Valamit itt majd kell tenni, nem tudom mit. Na ez az, amit nem szabad hagyni viszont. Hogy körbevegyék azt a repteret. Jó, ugye nyilván az egyiket lecseréltük, most jön a másikra a probléma. Jó, legalább senkit nem veszettünk el, ennyi a jó hír. Ennyi a jó hír belőle. Jó. Te hova tudsz menni? Leginkább sehova. Majdnem megöli. Sőt, meg is ölte, helyes. Jó. Na hát, haladgatunk. Igazából itt nincs semmi, amit érdemes lenne kezelgetni. Úgyhogy irány előre. Ez megcélozza azt a pozíciót. Valószínűleg üres. Valószínű. Esik úgy, hogy tök mindegy, nem tudok repülőkkel mit kezdeni. Úgyhogy csak megnézzük gyorsan, hogy fel tudunk-e valakit tölteni, és fel kell-e valakit tölteni. Persze, hogy azt egy reális útvonalnak írja, nem. Akkor azért foglaljuk el a repteret. Az darab-darab. Na, az a 7. Az jól hangzik, azt elfogadom. És akkor te felszivároghatsz. Hát te gyógyulj inkább, rád fér. Meglátjuk. Egyelőre gyere ide, aztán majd kiderül, hogy ezzel a tüzérséggel mit tudunk tenni. Moszkvából kitámadnak. No, azért éjszak felől áttörtünk, úgy látom. Itt az utolsó csapatot rákcsáljuk. És már tényleg a Moszkva határába vagyunk. Ez a reptér meg nagyon-nagyon jól fog jönni később. Nem is ezt tesszük, hanem megosztjuk. És akkor kis szerencsével ezt a BT egységet le is szedhetjük. Úgy bizony. Remek! Körbevették és ezért nem tudok gyógyulni, nem kapott ellátmányt. Hát nem áll jól. Az az azul. Múltkor is ilyen behalt bele. Ilyen akcióinkba. Inkább gyógyítsuk. Összesen talán az a legjobb, bár nagyon rizikós, de bejön valamelyik, akkor megint bajba vagyunk.
nem kicsit bajba. Nem tudom jobban kihozni. Igazából az a baj, hogy ez ki tud ide jönni, és akkor mindenképpen bajba vagyunk, akkor még őt is levágja. Úgyhogy igazából jó, de szépen elsétál, és akkor legalább ezt a pontot megvédi. Ja, legfeljebb feladjuk azt, minden nem lehet meg. Délen megvagyunk, éjszakon azt hiszem megvoltunk. Innen folytatjuk legközelebb. Továbbra is hóesés, úgyhogy az nem segít. Mára ennyi, innen folytatjuk.